A Dombóvári Futballklub lassan egy hónapja megkezdte már a felkészülést az őszi szezonra, amit az ötödik helyen zártak. Maradt bennünk, tehát fejlődtünk, az nem kérdés, de maradt a tavalyi szezonból bennünk a mérkőzésekbe. Főleg a tavasz folyamán elég sok döntetlent játszottunk, és azokat a döntetleneket azt úgy gondolom, hogy a nagy részét azt meg is nyerhettük volna. Tehát ezzel mindenképp változtatnunk kell, hogy ezekből a mérkőzésekből jobban jöjjünk ki. Nem lesz könnyű, de azon veszünk, hogy ez az idei szezonban ez így legyen. Igazából ezeken a mérkőzésen meg volt a lehetőségünk az, hogy mi javunkra döntsük el, tehát helyzeteink voltak, jobban játszottunk ellenfelünknél. Hiányzott az a plusz, ami az kellett, hogy eldöntsük ezteket a mérkőzéseket a mi javunkra. Ehhez hozzátartozott az is, hogy eléggé tavaszra eléggé kevesen voltunk, tehát létszámba, és nagyon nehéz volt nekem sokszor összeállítani a csapatot is, sőt, volt olyan többször is, hogy egy vagy két játékoson volt a kispadon. A tavaszi szezon szűkös játékos keretén mindenképpen változtatni kell, így új tagokat igazolt a futballklub. Bővültünk több játékossal, mert volt távozó is a kapusunk, ugye az Iványi Botond eltávozott, helyette érkezett a Stropko, Jani helyi lakos, tehát már korábban védett itt Dombóváron, illetve érkezett négy játékos, Tóth Máté és a Pataki Armand Szentlőrincről. Ők mind a ketten fiatal emberek, 2002-2003-as születésű játékosok, illetve érkezett Kinder Koppány, ő Tamásiba volt utoljára igazolva, de Kaposváron volt nekem még utánpótlásban játékosom, illetve Ádám Levente, aki szintén Kaposváron volt még játékosom utánpótlásban. Ő érkezett jelenleg a kerethez, ami már nagy vonség szerint egyébként nem is nagyon fog változni. Ezzel a bővült kerettel kezdte meg július 12-én a csapat a felkészülést az őszi szezonra. Az edzések alapos bemelegítéssel kezdődnek, majd a taktikai elemek gyakorlása kapja a főszerepet. Heti három edzés, illetve két edzőmérkőzés most már. Az első héten még nem. Volt heti két mérkőzés, de most már egészen szinte bajnoksági heti két mérkőzés. Edzőmérkőzésünk lesz. Úgy gondolom, hogy ott tartunk, ahol most kell. Remélem, hogy a hátralévő időszakban, ami a bajnoksági még van, tovább tudunk fejlődni. Az edzőmérkőzések igazából egy ilyen felemás képet mutattak eddig. Az eredményeink jók, de én azért ezeket mindig egy kicsit így másképp nézem. Az első két héten próbáltunk olyan edzést, amivel én kiadtam a játékosoknak a felkészülés kezdet előtt egy héttel, hogy három napon fussanak. Most azt volt, aki teljesítette, volt, aki nem. Tehát voltak, akik nulláról kezdték, tehát óvatosan kellett az edzés terhelést, mert nem akartam azt, hogy ebből esetlegesen több sérültünk legyen. Úgyhogy most már negyedik hetet kezdtük, úgyhogy most már bőven benne van mindenki. Az edzés látogatottság jó, tehát a létszámunk az edzéseken megfelelő, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mire oda kell, tehát mire a bajnokság kezdődik, addigra mindenki kellő számú edzésen vesz részt, és ezen nem fog múlni. És jelenleg 20 plusz 2 játékosunk van, tehát 20 mezőnyjátékos és 2 kapus. Tehát ez már elegendőnek kell lenni, ha sérülések, eltiltás esetleg, vagy bármi oknál fogva, akkor azért úgy gondolom, hogy még így is kellő létszámmal leszünk. Ez idáig 5 felkészülési mérkőzés volt a csapat mögött, a mérleg 3 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség. A következő mérkőzéseket augusztus 10-én Toponár és 13-án a Pécs MFC U19-es csapata ellen játsza a Dombóvári Futballklub.